Vörös Valéria textilkollás képeiből és saját tervezésű ékszereiből nyílt tárlat a Lambert Kastély kiállító termében, mely április első hétvégéig látogatható. Vörös Valéria textilművész munkáiból nyílt kiállítás a Lambert Kastélyban. Az amatőr művész érdekes úton talált rá hivatására, pedagógusként dolgozott szakközépiskolában, majd az intézmény bezárását követően jött el a váltás ideje. Elvégeztem egy lakberendező szakot, ott megismerkedtem montázs és kollás technikákkal, és apránként felépítettem a magam kis világát. Megtetszett a kollás technika, és textileket választottam elsősorban ehhez a technikához. A kollás technika az azt jelenti, hogy különféle alapanyagokat dolgozunk össze, egy harmóniát, egy egységet teremtünk különféle alapanyagokból. Én mindig szerettem a textilt, fiatalkoromban vartam, horgoltam, kötöttem, makraméztam, hímeztem, tehát többféle technikát kipróbáltam, és most a textil szeretete az a képeimben jelent meg. Az alkotó szívesen alkalmaz több technikát, melyeket variálni is tud. Az egyik legfontosabb alapanyagom a spárga. Ezen kívül felhasználok csipkét, általában mindenképpen van csipke, újabban horgolásokat is feldolgozok, használom a nemeszt, szizált, különféle kartonokat is feldolgozok, próbáltam már bőrt is, ott még van mit továbbfejlesztenem. Jutaszalag az, ami többképpen előfordul, tehát így több alapanyag, sejmes gyapjúszálat is felhasználok, kenderkócot, és ezt egységbe hozom, tehát nem mindig felismerhető az, hogy éppen melyik alapanyag van a képen, és mindig megfestem. Tehát igen, akrillal, tehát ezek mindig utólag festett képek is. A válogatás a művész több korszakát öleli fel. Csináltunk most tulajdonképpen egy kis színes termet, meg egy naturabb termet, ahol letisztult szín és formavilág uralkodik. Hát egyrészt az első teremben kicsit korábbi képeim láthatók, főképpen spárgából kialakított egyszerű vonalvezetésű képek, de ezeknél a képeknél népi motivumok is fellelhetők, tehát szívesen használom a magyar népművészetnek is a mintavilágát, de tulajdonképpen nagyon szívesen próbálok fogalmakat képé alakítani, kicsit absztrakt, elvontabb képeket is szívesen készítek. Tárlat 2014. április 6-áig látogatható.